A református nagy templomba visszatért a régi istentiszteleti rend. A részletekről Koncz Tibor esperest kérdeztük. Nagyon jó újra itt lenni a templomban. Egy kis élet nem állt ebben az időszakban, hiszen az emberek nélkül nagyon különleges, majdhogy nem nonsens volt a helyzet. Örömmel adok arról tájékoztatást, hogy az első vasárnapunk, ami itt a nagy templomban a veszélyhelyzet kihirdetése óta, ez konkrétan 2020. március 15-e, akkor volt az utolsó istentiszteletünk, most voltunk először igen szép számmal. Természetesen azért még ott van a félelem, ott van az izgalom, természetesen többekhez a hír még nem jutott el, természetesen még online, a virtuális térben való megjelenést preferálják többen. Szóval elindulunk kicsit döcögősen, de Istennek hála ez megtörtént, megtörtént itt, illetve megtörtént a Kiskulcsoson, a Kiskulcsosi templomban is, szép számmal voltunk, úgyhogy ha a Jóisten megtart bennünket ebben az állapotban, sőt, még jobb lesz a helyzet, akkor azt gondolom, hogy vissza tudunk térni a régi kerékvágásba, ám bár a régi kerékvágásról csak annyit, hogy éppen ezen a héten lenne a konfirmációs istentisztelet, ami egy nagyon nagy rendezvény, de ezt elhalasztottuk. Tehát annak ellenére, hogy nyitva van a templom, mi ezt komolyan vesszük, ahogyan a csoportos keresztelést is elcsúsztattuk. A pünkösdöt már itt fogjuk mindenképpen tartani, úrvacsorával együtt. Milyen szabályokat kell betartani azoknak, akik megérkeznek a templomba, tehát a kézfertőtlenítés, szájmaszk? Konkrétan van egy tervünk, egy védekezési terv. Ez ebben az egyházkerületben, a tiszántúli egyházkerületen belül kötelező érvényű, minden gyülekezetnek meg kellett alkotni. Mi is megalkottuk, kint van a hirdetőnkben, elolvasható, idebent viszont be is tartatjuk. Ezekben a következők vannak. Eleve az ültetési rend van meghatározva. Itt a templom belsőben körülbelül 400 embert tudunk úgy elhelyezni, hogy az egy főre eső 4 négyzetmétert be tudjuk tartani. Aztán istentisztelet alatt a szájmaszk használata kötelező. A liturgia úgy van megalkotva, hogy tudomásunk szerint az egyik legveszélyesebb az, amikor a közelünkben tüsszentenek, illetve énekelnek, hiszen az fiziológiailag a nagyobb veszélyhelyzetet tudja generálni. Éppen ezért a liturgiát egyrészt lerövidítettük. Nagyságrendileg egy fél órás egy istentisztelet, ellentétben az egy órával. Másrészt az elején és a végén egyet-egyet éneklünk, de közben nem. Aztán a mi saját hagyományunk, szokásunk, hogy istentiszteletet követően készfogással köszönünk el, ezt is feloldottuk, illetve az elején a presbitérium tagjaival mi egy közös imádsággal szoktunk készülni, és ott szoktunk lenni a bejáratnál, kvázi a cinteremnél, és most ezt is feloldjuk. Itt beszéltünk arról, hogy a nagy templomban mi van, és mi van a kiskulcsosi templomban. Az alapok ugyanazok. Tehát itt ugye egy egyetemleges szabályzást kell. Ez a gyülekezeti teremlés érvényes. Nyilván ez azt jelenti, hogy ezt a 4 négyzetmétert, ha komolyan veszük, már pedig igyekszünk, akkor egy kiskulcsosi templomban egy 30 fő, 35 fő a maximum, a gyülekezeti teremben pedig mondjuk 35-40 fő, egy kicsivel több. Ezt be tudjuk tartani. Azt gondolom, hogy nincs arra szükség, főleg azért, mert ahogy mondtam, hogy vannak akik még ha lehet is most nem fognak jönni. Tehát, ja, és nincsenek ugye iskolai rendezvények, nincsenek olyan nagyobb tömegrendezvények, amiket úgy kellene megszerveznünk, mert ez is benne van egyébként a szabályzatunkban, hogyha arra igény lenne, egy nagyobb rendezvény lenne, akkor egy órás vagy másfél órás intervallum közbeiktatásával egy másik alkalmat biztosítsunk. Tehát magyarul, ha arra lenne igény, ha azt látnánk, hogy itt a 400 főnél többen lennének az istentiszteletem, akkor arra is módunk lenne, hogy a 10 órás után fél 12-kor tartsunk még egyet.
De tekintettel arra, hogy mondom, a visszatérésnek azért egy belső félelem gátja lehet, ezért ezt nem tartom reálisnak. De a szabályok ugyanazok. A középiskolásban a lagás elmaradt, így akkor a templomban sem volt meg a szokásos balagási istentisztelet. Lehet-e már tudni valamit az általános iskolásokról, vagy az évzárókról? Tehát, hogy előre merünk-e már valamit tervezni egy hónapra? Hát mostani gondolat szerint, amit úgy tegnap is többekkel egyeztettünk, nem látom reálisnak, hogy egy 440 fős általános iskolának a tanévzáróját úgy, hogy csak a diákok, és akkor még a kollégákat, még a fenntartó testületet, még a szülőket, a gyülekezetet is figyelembe véve, nem tartom reálisnak, hogy meg tudjuk úgy oldani, hogy vagy megfelezve az iskolát, vagy egy limitet húzva egy másfél órára hazaküldjünk valakit, hogy majd jöjjön. Hát nem, nem. Tehát a ballagás, meg aztán végképp egy olyan, ahol elhívnak mindenkit. Addig, ameddig ezt a bizonyos 4 négyzetmétert nem oldják föl, mert azért legyünk reálisak, hogy a másfél méteres távolság az nem csak jobb oldalra, hanem bal oldalra is van, meg előre is, meg hátulra. Így tetszenek megérte a 4 négyzetmétert. Tehát itt azért egy nagyon komoly dolog van. Szóval ezt, ameddig nem fogják visszavonni ezt a másfél méteres távolságot, addig nem tartom reálisnak, hogy ballagás, tanévzárás. Hát megy virtuálisan. Ballagásra is csináltunk filmeket. Én magam egy számukra való igei útmutatást készítettem el, azt megosztottuk velük. Szerintem ugyanez lesz a tanévzárás, illetve az általános iskolai ballagás kérdésében, hogy most ezt így virtuálisan oldjuk meg.